A film elején azt látjuk, hogy rendőrök üldöznek egy fickót, aki egy piros X mögött talál egy detonátort, majd azt követeli, hogy hívják ide Halloran nyomozót, vagy öt ember meg fog halni. A zsarút ez láthatóan nem izgatja fel, mivel... A halál örökre szól. Nem számít, mikor kezdődik, ne? A fickó közli, hogy ha nem húzza meg a ravaszt, akkor ő fogja alulról szagolni az ibolyát. Majd meghúzza, és meghal. Az igen. De a robbanás helyett a legújabb fűrész típusú játékok veszik kezdetüket. Amik meglepő módon már véget is érnek. Kiderül azonban, hogy a számláló ezúttal nem a véget, hanem a kezdetet jelenti. Hát éljen a konzisztencia. Én nem tudom mi az, meg nem is akarom. Hagyjál engem kalapálni! Az első pályán öt rohamosztagost látunk láncokra kötve, melyek egy körfűrészekkel teli fal felé fogják őket rángatni. És ezzel egy lépéssel közelebb kerültünk az ötletem, vagyis a kör és a fűrész crossoverének megvalósításához. A körfűrész. Ekkor egy hang szólal meg, de szomorúan tapasztaljuk, hogy az nem egy tévéképernyőn megjelenő babából, csak egy hangos bemondóból szól. Ez mi van? Kirakós kontentjét is geoblokkolja a streaming szolgáltató. Amúgy az tényleg milyen már, hogy felmegyek a Netflix oldalára, beírom a keresőbe, hogy fűrész, majd feljön az 1, a 2, a 3, a 4, a 6, meg a 7. És hol a többi? Azt feltenni luxus. Egy gyors Google keresés során kiderül, hogy ha a Fűrész újra játékban című filmet szeretném megnézni, akkor angol nyelvterületen kellene legyek. Legyek. Ennél persze egyszerűbb a VPN segítségét kérni, és beállítani egy amerikai IP címet. És lásd csodát, ott a film. Na ehhez nyújt segítséget a videó szponzora, vagyis a Surfshark VPN, ami hozzáférést biztosít a teljes Netflix film és sorozat adatbázishoz. Ráadásul olcsóbb repülőjegyet és hotelszobát is szerezhetsz a használatával. Sőt, maximális adatvédelem mellett böngészhetsz bármilyen weboldalt. Ha még több előnyre vágysz, akkor ott a Surfshark van előfizetési csomag, ami a VPN mellett tartalmazza többek között a Surfshark antivírust is, ami valós idejű védelemmel segít vírusmentesen tartani az eszközeidet. Indíts bármikor egy gyors, teljes körű ellenőrzést, vagy időzíts be, hogy mikor fusson le a víruskeresés. Wow! A videó leírásában lévő linkre kattintva csapj le a Surfshark ajánlatára, amivel most 4 ingyenes hónapot szerezhetsz. Na de most térjünk vissza az epizódhoz. A játékosok nem sokára rájönnek, hogy ha megvágják magukat, akkor kinyílódik az előttük lévő ajtó, így átjutnak a második feladat helyszínére. Kivéve a későn kelő pacienst, aki, hogy úgy mondjam, nem lel aranyat. Ez alatt a nyomozók azon tanakodnak, hogy vajon hol zajlik az aktuális játék. Majd Halloran újabb tanú bizonyságát adja, hogy kicsit sem izgatja a dolog. Ennek nem lesz jó vége. Eszünk? Kajálás helyett azonban a korboncnokhoz vezet az útja, mivel a megfűrészlet hullát valaki közszemlére tette. A zsaruk megbeszélik, hogy ezt valószínűleg nem Jigsaw tette, mivel már 10 éve, hogy feldobta a pacskert. Mondjuk, ha látták volna a korábbi részeket, akkor tudnák, hogy ez számára nem akadály. Az egyik orvos talál az ipse nyakában egy pendrive-ot, amin van egy hangüzenet. Jó napot kívánok! Monostor tájéből jelenkezem, Ady Endre 3 szám alól Fügy Sándor, szombat óta, nagy vihar óta, a vízóránk nem működik. Vízóra? Én most az E.ON Tiszántúli áramszolgáltatót hívta. Monostor tájéből jelenkezem. Igen, ezt értettem. Szombat óta, nagy vihar óta, a vízóránk nem működik. Az áramszolgáltató. Monostor tájéből... És ekkor végre megjelenik a baba, aki az alkalomra egy csecseflitteres cipőt húzott, és még hajbeültetésen is átesett. A második feladat keretében a szőkecsajról kiderül, hogy tolvaj, és mikor kirabolt valakit, az rohamot kapott. Ahelyett, hogy segített volna rajta, inkább felmarkolta $3.53 és lelépett. Jigsaw felkínál neki 3 injekciós tűt, de csak az egyikben van annak a méregnek az ellenszere, amit korábban belé fecskendezett. A másik kettőben pedig víz és sav található. Nyilván azt kellene választania, amin a $3.53 utaló szám van, mégsem hajlandó beadni magának a benne lévő löttyöt. Társa megunja a hezitálást, ezért mindhármat belédöfi. A nő persze meghal, a többiekről viszont leoldódik a békjó. Hát még jó. Az egyik résztvevő talál pár kószaszámot az ominózus fecskendőben, ami a harmadik játék ajtaját nyitja.
A kapucnis ürgelkor bepánikol, és a nem kijárat feliratú ajtón próbál kijutni. A bal lépéséért a jobb lábával fizet. Bár egyenlőre még csak fogságba esik. Eközben a korboncnokék sertéseket megfertőző betegség nyomait találják a holttesten, vagyis egy disznófarmon kell keresni az áldozatokat. Melyek közül ketten bemennek egy silóba, ahol rájuk záródik az ajtó. És itt szerencsére már van egy tévé. Hát olyan nagy kérés volt ez. A Jigsaw baba ekkor elmondja, hogy bárhová mennek, mindig használjanak hajlakot. A frizura a Taftnak köszönhetően tartós és rendezett. Fogvatartójuk azt is közli, hogy ha Ryan, aki egyébként drogdíler, nem vágja le a lábát, akkor a többiek belefulladnak a búzába. A fickó megsajnálja a búzákat, majd megteszi, amit kell, és miután a nő ellátja a sebeit, indul a következő játék. Vagyis csak indulna, mert előtte újra a dokiékat látjuk. A nőbbikről kiderül, hogy nagy puzzli rajongó, és a neten talált tervek alapján maga is csapdákat épít. Ami persze kicsit sem gyanús. Odaállt a disznóolban, a gyilkos elmondja, hogy a fekete fickó eladott egy motort az unokaöccsének, amiről tudta, hogy rossz a fékje. A srác persze két sarokkal arrébb meg is halt. Pont ez a motor hajtja a csapdát, amiből az alján lévő kézifék segítségével lehet kiszabadulni. A nő egy fémruddal megállítja a darálót, de a pasas, ahelyett, hogy meghúzná a kart, inkább éjjelzésben tör ki. Tör ki. De a pasas öröme koraibb volt, mint a magömlés. Apropó magömlés. A kórházban valaki spermát fecskendez a film elején látott detonátoros pasas infúziójába, amitől felébred ugyan, de nem sokára örök álomba szenderül. Méghozzá John Kramer koporsójában. Amit egyébként azért ástak ki, mert biztosra akartak menni, hogy tényleg halott. Ezután a vörös hajú nő váratlanul felbukkan kollégája lakásán, és azt mondja, tudja, hol van a játék helyszíne. Hát ez óriási red flag kellene, hogy legyen, de a pasas csak annyit mond, hogy let's roll. Jigsaw ez alatt begyűjtötte a maradék két túlélőt, és egy újabb játékot eszelt ki nekik. És ekkor kiderül, hogy John Kramer utódja nem más, mint John Kramer. Puzzli elmondja, hogy a nő a szomszédja volt, és azért kapja a büntetést, mert hogy kinyírta a babáját, mivel az mindig sírt. Eközben boncnokék is ideérnek, a nyomukban pedig ott nyomul a nyomozó, akinek a hűtőjében megtalálják a testekből kivágott kirakós darabkákat, így ő is gyanúba keveredik. És ha nem csal a szimatom, akkor elértünk a boss fighthoz. Boss fight. Kramer azt mondja, hogy így a 8. rész vége felé már kezd kifogyni a csapda ötletekből, ezért most csak irak egy shotgunt a szoba közepére, az győzzön az, akinek több lába van. Nyilván a nő a gyorsabb, és le is lőni társát, de a puska felrobban a kezében. Ráadásul tönkreteszi a kulcsokat, amik a töltényben voltak elrejtve. A hülye buzik! Odabent az olban a gyanúsítottak összebalhéznak azon, hogy melyikük a gyanúsabb. Kisvártatva a nyomozó és az orvos csapdába esnek. A feladatuk, hogy bevallják bűneiket. A doki közli, hogy ő volt az, aki elkeverte Jigsaw leleteit, és ha nem így tesz, akkor talán lett volna esélye a rákkal szemben. A vallomás ellenére a fickó meghal. A lézervágótól meg úgy érezzük magunkat, mintha az űrkorszakban lennénk. Puzzli az űrben. Ezután a nyomozó is bevallja, hogy rossz csont volt, mivel ártatlanokat sittelt le, és gyilkosokat engedett szabadon. Hát biztos nem olvasta rendesen a munkaköri leírását. Ekkor játszótársa feláll, és tiszta vizet önt a pohárba. Elmondja, hogy Kramer játéka 10 évvel ezelőtt zajlott, és hogy ő volt az aranyat nem lelő ipse, aki azért élte túl, mert most figyelj. Jigsaw meggondolta magát, hogy a véletlen leletcsere miatt talán mégsem kellene megölnie egy embert. Ennyi? Ez az indok? Hát jó. A fickó ezután azt is elmondja, hogy más emberekkel újraalkotta Puzzli papa korábbi játékát, és hogy a kiszemelt áldozat az mindvégig a nyomozó volt, mivel a szabadon engedte felesége gyilkosát, vagyis a detonátoros ipsét. Majd miután kinyírja a nyomozót, azt mondja, hogy a holtak nevében. Hát a régi motto ennél azért frappánsabb volt.
Amíg azon gondolkozunk, hogy vajon a Doki néni hol bujkál, jöjjön egy újabb fűrészfilm, hát vagy legalábbis olyasmi. A Spirál című örökbecsű egy zsebtolvajtüldöző rendőrrel kezdődik, akit kisvártatva elrabol régi barátunk, a Coca, aki annyira megirigyelte a Jigsaw baba szerepét, hogy el is lopja. A képernyőn megjelenő malacfej közli, hogy az ipse azért került ebbe a szorult helyzetbe, mert sok ártatlan ember került miatt a börtönbe. De ha levágja a saját nyelvét, akkor kiszabadul. Erre a zsaru nem hajlandó, ezért elüti a 3-as metró, ami egy újabb 6 évig csak szakaszosan fog közlekedni. Ezután Chris Rockot látjuk, aki bandájával pénzt és kokót rabol egy random hotelszobából, de szinte azonnal lekapcsolják őket. Kiderül, hogy Chris is rendőr, de engedély nélkül épült be a bűnözők közé, ezért büntetésképpen kap egy új társat. Érdekes egy fegyelmi eljárás ez? Persze az újdonsült kollégákat küldik ki a metrós esethez, ahol a helyszínelők épp az áldozat maradványait lapátolják össze. Csak arra kell figyelni itt is, hogyha amikor elpárolg a víz, akkor újra utána kell tölteni, akkor lesz egy jó szaftos a pörköl. A nyomozó ezután kap egy játsz le feliratú pendrive-ot, na meg egy pofont Will Smith-től. A legújabb fűrész utód azt üzeni, hogy az új játékkal az egész rendőrséget meg fogja reformálni. Akkor szerintem az igazságügyi miniszter lesz az. A Bence üzenetében látható spirál a bíróság falára van festve, ezért hőseink oda sietnek. Találnak is egy ajándékot, ami ezt tűzszerészt hívni luxus. A dobozban az áldozat nyelve és jelvénye található, amiből kiderül, hogy Chris régi barátja volt az. A nyomozó ezért fejest ugrik az ügybe, de előtte azért gyorsan lecsekkolja, hogy Edward vámpíre. A társa szerint ez remek ötlet, és erre ő is rá akar keresni, de sajnos lemerült a telefonja, ezért elkéri Chrisét. Mire az azt mondja, hogy... Aztán le ne merítsd ezt is alkonyat nézéssel! Amellett, hogy Edward vámpír, kiderül az is, hogy egy bolt biztonsági kamerája rögzítette a film elején látott tolvajt. Az egyik rendőr felismeri, de ahelyett, hogy beszólna az őrsre, inkább a saját szakállára kezd nyomozni. Amit jól meg is szív. Mivel a fickó annak idején lelőtt egy ártatlant, ezért a szerkezet az ujjait fogja kitépni. De az nem megy elég gyorsan, ezért egy áramütés elintézi. Vagy azt is mondhatnám, hogy meglett... villámcsapva. Hőseink ezután megvitatják, hogy ki lehet az aktuális kirakós, mire Chris azt mondja, hogy... John Kramer nem bántott zsarukat. És mi van Matthews nyomozóval, akinek a szivatására egy teljes játékot szentelt. Ezután a gyilkos offscreen elkapja Chris társát, és a lenyúzott bőrét elküldi NPR futárral. Mert hogy most már minden webshopnak kötelező biztosítania ezt a kiszállítási módot. Hát a rendőrség után a magyar államapparátust is megreformálhatná egy Jigsaw hasonmás. Amíg ezen gondolkozunk, a rendőrkapitány is áldozatul esik, mivel hogy szemet hunyt a rendőrségen zajló korrupció felett. Büntetése egy kis forró viaszos arcpakolás. A csapda érdekessége, hogy az őrs alaksorában lett felállítva, de az ottani biztonsági kamera felvételét valaki törölte. Kiderül, hogy a videótároló számítógéphez több olyan embernek is van jogosultsága, aki már nem dolgozik ott. Az egyik Chris régi társa, akit azért rúgtak ki, mert lelőtt egy ártatlant, amit ezek szerint elég gyakori. A másik pedig Chris faterja, aki nem más, mint Mace Windu. A nyomozót elrabolja a malac, majd kisvártatva egy csőhöz kötve találja magát, és ezzel indul egy nem túl epic boss fight. Nem túl epic boss fight. A fickónak szerencsére nem kell levágni a kezét, mivel talál a földön egy hajcsatot, amivel kinyitja a zárat. A szoba közepén a volt társa van, akit annak idején az ő vallomása miatt függesztettek fel. Mire a nyomozó megtalálja a kulcsot, a pasas oldalát halálra szurkodja a kíváncsiság, na meg némi üvegcserép. És ekkor jön a csavar, mivel új kollégája a fűrész klón, aki ezek szerint mégsem halálozott el. A fickó azért rágott be, mert az üvegszilánkokkal megspékelt pasas az ő apját lőtte agyon. Ezután ad Chrisnek egy stukkert egyetlen tölténnyel, amivel vagy őt lövi le, vagy apját engedi szabadon. Aki korábban szintén rendőr volt, és tudott az ártatlanok lemészárlásáról. A nyomozó nyilván a fatert választja, majd neki lát a kis puzli elagyabugyálásának. Ez alatt a helyszínre érkező rendőrök átvágják az ajtót, ami beindít egy mechanizmust. Az bábúként kezd el mozgatni Windut, ami miatt úgy néz ki, mint a fénykardot fogna a zsarukra. Akik ezért ripityomra lövik. Hát ennek a filmnek nem túl sok értelme volt.
Nem úgy, mint a Surfshark VPN-nek, aminek kipróbálásához ne feledd a videó leírásában, illetve a kitűzött kommentben található linket, amivel most 4 ingyen hónapot kaphatsz. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjál rá egy lájkot, iratkozz fel, és ha még nem láttad, nézd meg ezt a másik két epizódot is.